Annak ellenére, hogy Bálta Apáti viszonylag jó helyzetben van, ha az anyagi lehetőségeket vesszük számításba, Krahun Szilárd polgármester mégis vegyes érzelmekkel zárja az idei esztendőt. Azt mondja, több mindent terveztek annál, mint amit végrehajtottak, de ennek nem az anyagiak voltak az akadályai. Szépen megterveztük ezt az évet is, de sajnos nem úgy alakul, ahogy mi terveztük, mégpedig azért, mivel a kormány határozattal megszüntették, hogy ellehetetlenítették a beruházásokat, így ezt ennek az összegnek, aminek egy részét, vagyis jó részét mi beruházásra terveztünk, azt nem tudjuk megvalósítani. Működésre és karbantartásra igen, ez meg is történt, elég sokat költöttünk karbantartásra, mindegy 25 millió forint körülbelüli összeget, az önkormányzat ingatlanjait rendbe tettük. A fejlesztések egy része megvalósult, hiszen új teherautó segíti az önkormányzat és intézményeinek napi teendőit, és új falubuszra is jutott a Magyar Falu program eredményeként. A teherautó vásárlását saját forrásból kellett kigazdálkodni. Tavaly évben vásárolt, amit én úgy gondolok, hogy nagyon jó beruházás is, a közigazgatási határba legelőket, és lett volna még további ilyen szándékunk, mert a képviselőtestületi döntés megszületett, meg volt, amit szerettünk volna vásárolni, ami a későbbiekben tehát egy értéket teremteni. Vállaltuk, hogy 2024-ig ezeken a területen őshonos állatokat fogunk tartani. Tehát most nem kell arról gondolni, hogy itten több százas nyájat fog az önkormányzat vagy gulyát tartani, de mindenféleképpen a bemutatás a gyerekeknek az megismertetésére, hogy tudjanak róla, tehát ez hasznos lett volna az iskolának, vagy hasznos lenne az iskolának, hasznos lenne az óvodának, és akár hasznos lenne az ide látogató turistáknak is. Mert hogy egyre többen látogattak az egyébként festői szépségű kis településre, a hétvégeken számos kiránduló érkezik ide. A tavaszi hétvégeken és a nyári hétvégeken már lehet látni, hogy a falu végén nagyon sok autó áll, akik az erdőbe túráznak. Tehát az idegenforgalom egyik része. Úgy veszem észre, hogy egyre jobban felfedeznek bennünket, egyre több vendég érkezik. Az Aponyi kúriánál van még tennivalónk, ott mindenféleképpen a hétvégi kihasználtságok azok jók, de a hétközbeni kihasználtságokkal gondjaink vannak. Természetesen bennünket is érintenek az energiaárak. Talán nem annyira teljesen őszintén mondom, mint más településeket, hiszen nekünk is spórolni kell, de ugye a működésre, költségek között ezt az összeget el tudjuk számolni. Ennek ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy decemberi testületi ülésen a testületnek fogom javasolni, hogy egy 3 hónapra a kúriát esetleg zárjuk be, mert borzasztó nagy költségekkel megy. Az önkormányzat elképzelései szerint megvásárolnák a falu egyházi tulajdonban lévő temetőjét és templomát is, ám ez a terv egyenlőre kútba fulladt. Ezzel pedig az lett volna a cél, hogy tudjunk pályázni, mind önkormányzati tulajdonra tudjunk költeni ezekből a pénzekből. A Bátapáti Evangélikus templomban van egy 200 éves műemlék orgona, ami nekem már régi veszőparipám, hogy jó lenne ezt az orgonát is felújítani. Na most, hát ez is dukába dőlt. Ha most a jövő évben lehetne, akkor az egyházzal is már megállapodtunk, tehát szerződést aláírása előtt voltunk, és hát már ez az üzlet lebonyolódott volna, hogyha nincs ez a beruházási stopp. A következő hetekben már az ünnepre készülődik Bálta Apáti. A tervek szerint minden hétvégén összejövetelt rendeznek majd a karácsonyvárási egyében.